A hagyományos őszi túrán a rossz idő ellenére is sokan vettek részt. A szervezők az egészségmegőrzés szerepét hangsúlyozták. Ebben a mindennapos testmozgás, így a rendszeres séta is kulcsfontosságú szerepet játszik. Most az útvonal az lesz, hogy elmegyünk egészen a Vizslaparkig, és a Vizslaparkon keresztül látogatunk a temetőbe a sírhoz. És ott megemlékezünk Buda Lászlóról is. Ez egy rövidített túra, mert egyébként 5 kilométer hosszú szokott lenni, de hát az időjárásra tekintettel a résztvevők egészségét szem előtt tartva szeretnénk így. A szépkorúakat a Városháza előtti téren Gecse Péter alpolgármester köszöntötte. A politikus szónoklata után a résztvevők a Göcsei úti temetőbe mentek, ahol mécsesek gyújtásával emlékeztek az egykori elnökre, Boda Lászlóra. 2016 óta Boda László emléktúrán vehetnek részt a résztvevők, és hát évről évre itt vannak a nyugdíjas klubok tagjai, szeretik ezt a rendezvényt, közkedvelt ez a közösségi esemény, aminek a legfontosabb célja figyelemfelhívás, a testmozgásra, az egészséges életmódra, de nagyon fontos az emlékezés gondolata is, és ezért fontos, hogy 2016 óta már e rendezvény keretében is emlékezhetünk Boda Laci bácsira, aki nagyon sokat tett a zalaegerszegi mindennapokban. A túra az időjárás függvényében október 16-án folytatódik. Az idősek hónapja rendezvénysorozat következő eseménye a Senior Akadémia első programja lesz, ahol az érdeklődők színes előadásokat hallgathatnak.